Ha fogy az erő,
tovább. Visz egy küldetés, ott, hol más eddig sose jár. De oda visz, az, ami ma téli vár. Ugyanaz a pont, patatogatom, ha ez után. Până la apus te voi lăuda.
sfat dăinui. Fără nici tu, eu sunt ceea ce sunt, în veci va domni. Iar venit cu vânturi mari în jur, nu mă voi plinti. În inima mea știu că voia ta se va împlini. Oricând de credincios ești tu, oricând de credincios ești tu.
Thank you.
szeretet megjelent itt a földön eljött. Jézus, megnyílt a meg fölöttünk, éltet élünk. Te vagy az szeretlek, nem hagy el soha kegyelmed, minden nap megtart a te kezed, ahogy felébredek reggel, s amíg a nap lemelt, éneklem a te jóságodat. Shit.
asztalom, és áldom nagy nevem. Szelíd hangod mindig átvezet a próbát, mellettem van a sötét éjszakán, ismered, mint atyám, igaz barát van. Körülveszel a te jóságoddal. Mert Uram, olyan jó vagy hozzám, hűséges soha, soha ne hagyd, és minden lélegzett tételben magasztalom, és áldom nagy nevet. Jóságot követ engem, soha nem hagy el. Erős karod megtart engem, sosem engem el. Életem, mindenem, átadom neked. Jóságot követ engem, soha nem.
tisztíts meg a szívemet, formáld el, és adj nekem fehér ruhát, hogy hadd legyek méltó Jézus hozzád. Leborulok lábadhoz, és áldom, Uram, szívem, királyom, és megvallom, hogy szükségem van rád. Olajoddal kenn meg a szemem, hadd lássam szent üzeddel, újítsd meg szívem, úgy várlak, értem adtad az életedet, hogy megmenj a keresztet. Én is átadom mindent, tisztíts meg a szívemet, formáld át, és adj nekem fehér ruhát, hogy hadd legyen méltó Jézus hozzá. Szent üzeddel,
Hadd legyen tiéd, Uram,
az életed. Jézus, jöjj és töltsd be a szívem, hittel álmodom, ezekbe újra most minden szellemet, vándoljon bennem a szem, tűzzel, hadd legyen, tiéd, Uram, az életed.
Úr Jézus megváltó, neked adom most a szívemet, lelkem dicsér szüntelen, szeretlek én Istenem, te vagy a Jézus megváltó, neked adom most a szívemet, lelkem dicsér szüntelen, szeretlek én Istenem.
Köszönjük neked, Urunk, hogy te vagy a mindenünk, és hogy te vagy nekünk. Köszönjük, hogy minket is megteremtettél, hogy ilyen aranyos emberek is legyenek a földön, mint mi. Hogy megváltottál minket, ezt a fantasztikus közösséget, amit az egyházat létrehoztad, megszülted óriási fájdalmakon keresztül. És hogy mi is részesei lehetünk ennek. És hogy ma is eljöttél ide látogatóba közénk. Dicsérjük a te csodálatos szent nevedet, Jézus. Hogy te vagy az uraknak ura és a királyoknak királya. Te vagy a győztes király. Ó, köszöntünk téged. Köszöntünk téged, dicsérünk téged, csodálatos király. Uraknak ura, királyoknak királya, harcos király. Uram, segítségül hívjuk a te nevedet. Nagy szükségünk van rád. Látod, Uram, hogy átkozzák a polgármesterünket, a bálámok. És most hozzád kiáltunk, Uram, ha ők átkoznak is, de te áld meg őt. Szálljon a te áldásod rá. Úr Jézus Krisztus hatalmas nevében megtörök minden átkot, amit kimondtak a polgármester életére, családjára, egészségére, közlekedésére. Az Úr Jézus Krisztus hatalmas nevében megvan írva, hogy nem fog az átok Jákobon. Jézus hatalmas nevében. Küldj angyalokat segítségünkre, Uram. Hatalmas Isten, szabadító, győztes király, dicsérünk téged, Uram, hogy ez a nagyszerű csapathoz tartozhatunk, ahova Ábrahám, Izsák, Jákob is tartozik, ahova Jézus tartozik, ahova Péter apostol tartozik, ahova Pál apostol tartozik, dicsérünk téged, Jézus! Győztél! És mi is győzni fogunk! Lesznek velünk ezeren, jobb kezek felül tízezeren, de hozzánk nem is közelít. Dicsérünk, 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 drága szabadítónk. Lépj akcióban Marosvásárhelyen is, Uram. És nagyon sok ember még megismerjen téged. Nagy sokasság még megismerjen téged. Külön imádkozok azokért, akik az Isten tiszteletet interneten nézik, ott, ahol vannak, Istennek az ereje szálljon rád. És ha beteg vagy, gyógyulj meg. Ha szomorú vagy, vigasztalodj meg. Ha elfáradtál, újulj el meg az Úr Jézus Krisztus hatalmas nevében. Drága gyógyító kenet, aki itt vagy. Járd át a betegeket és gyógyítsd meg. Jöjj szabadításoddal. Jöjj gyógyulással, csodákkal. Hisz te nem változtál meg. Jézus Krisztus tegnap, ma és örökké ugyanaz vagy. Jézus Krisztus, tegnap, ma és örökké ugyanaz vagy. Örökkön, változhatatlan, csodálatos, dicsőséges király. Köszöntünk, dicsérünk, imádunk és hódolunk neked. Halleluja, halleluja, halleluja. Minden dicsőséget neked adunk a Názaret Jézus nevében. Amen, amen, amen. Adjunk az Úrnak egy nagy-nagy tapsot, nagyon jó helyen vagy ma délután. Halleluja! Külön köszöntjük az Ige Rádió hallgatóit. Ott áldjon meg benneteket az Úr, ahol vagytok, és töltse be a ti szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőségesen. Most pedig téged áldjon meg az Úr, aki eljöttél, fordulj a szomszédodhoz, és mondd el neki, hogy milyen jó, hogy jöttél. Nagyszerű helyen vagy, jó helyen vagy, az Úr áldást tartogat a számodra. Pontosan tudja a szükségedet betölteni, és be is fogja. Halleluja. Dicsőség az Úrnak. Halleluja. Kérlek benneteket, hogy az elkövetkezendő 2 hétben, 2 hét múlva lesz a választás. Mindenkit arra kérlek, hogy minden áldott nap áldjátok a polgármestert, mert hiszem, hogy az áldás nagyobb, mint az átok. Publikusan megátkozták a polgármestert, ez felhűdühített engem egy kicsit, bevallom őszintén,
mert nem korrekt az, hogy valaki azért, mert politikailag nem ért egyet, hogy átokot helyezzen rá. Ez nem politizálás, ez fekete mágia. De mi hiszünk Jézus Krisztus erejében, és azt kérjük, hogy az Úr áldása mai napon is elsöprő módon érintse meg, töltse be. És kérlek benneteket, hogy minden ima alkalmon, minden napodon emlékezzetek meg, egymás hitáltal épüljünk, és bátorítsuk egyik a másikat. Mielőtt tovább mennénk, még egy fantasztikus dolgot szeretnék nektek mutatni. Először is egy csodálatos könyvet fogok a kezemben, az a kiváltság ért, hogy én már egy jó részét is olvastam. Oren Robes, Életem és Szolgálatom. Ha vagány könyvet akarsz olvasni, ehhez az. Egy gond van vele, nagyon nehéz letenni. Mert este olvasom, egész addig olvasom, amíg már a feleségem mondja, hogy alszol. Ja, igen, igen, igen. Csak egy behúmott szemben szoktam olvasni. Akkor már le kell oltani a villanyt. De nagyon vagány könyv. Őszinte, egy vagány pasas. Ki se néztem belőle, hogy ilyen jó volt. De az Úr csodálatosan használta csodákban, jelekkel, gyógyulásokkal is. Ha ilyenre van szükséged, már ezért is javasolom, hogy olvassad el. Egy másik könyv, Entonericula Cestuiviac, ez egy román nyelvű könyv. Ezt a gyülekezet adta ki, és fordítottuk le. Ez egy az Ez élet sötétsége, ha emlékeztek, Peretti könyv. Ez azoknak ajánlom, akik még nem olvasták, de románul szerettek olvasni, vagy román barátaitoknak. Az igének, az imának, az angyaloknak a befolyását és ennek az együttműködését írja le. Nagyon jó könyv. És ajánlom a figyelmetekbe mindenkinek, mert nem fogjátok megbánni, ezt elolvassátok. Most egy meglepetés vendégünk van közöttünk, és szeretném köszönteni Szergei testvért Ukrajnából. Pásztor, kérlek, gyere, és mondja, tud románul amúgy. Binai venitentem is dokonosu. Drága pastor, dacă ai ceva pe inimă, te rog să ne spui câteva cuvinte, hai să vă spun, căci am avut o relație cât de cât deja cu pastorul Sergei. Bine spun? Da. Și dacă ai ceva pe inimă pentru noi, cu bucurie te ascultăm. Pacea Domnului, să vorbesc în limba română, măcar că sunt din Ucraina. Niciodată n-am crezut că limba care o să învăț în copilărie, stând la țară, o să mă ajute când o să devin mai mare. Dar e o binecuvântare. Și în primul rând aș vrea să mulțumesc bisericii voastre, pentru că unii din primii care ați ajuns în biserica noastră ați fost și voi. În martie, în 2022, niciodată n-am știut că sunt și oameni din Ungaria care cred în același Dumnezeu ca mine. Dar și mai mult, ceea ce m-a cuprins sau ceea ce mi-a plăcut să descoper, că în timp de criză se vede în ce crezi. Și în timp de criză se vede roadele Duhului care sunt în oamenii Domnului. În timp de criză realizezi că ai o familie a lui Hristos care este în fiecare țară de pe tot globul pământesc. Asta ceea ce nu realizam în timp de pace. Când nu aveai nevoie. Nouă, ca oamenilor, ne place să fie totul sub controlul nostru, să controlăm viteza la mașină, de aceea la bărbați le place cutia manuală, să poate controla tot ce se întâmplă în drum. Dar ce să facem când totul iasă de sub controlul nostru? Atunci înțelegem că totul depinde de Dumnezeu. Atunci ne ațintim privirile către cer și așteptăm de unde ne vine ajutorul. Și ne vine ajutorul din România, din Ungaria, pe care Domnul le trimite. Și biserica a devenit, cum a zis fratele Ade Fișcă, din pricina căruia și sunt în Târgu Mureș acum, că biserica a devenit mâinile lui Iisus pe pământ. Dumnezeu ar putea să ne ajute personal, dar are nevoie de un om. Întotdeauna Dumnezeu a căutat un om prin care să-și facă lucrarea Lui.
Și mulțumesc Domnului că și voi ați fost oamenii prin care Dumnezeu și-a făcut lucrarea Lui de a ne ajuta în criză. Am fost la amiază la școală biblică și un pic am povestit de unele lucruri. Nu aș vrea să mă repet, dar sunt unele momente de care sunt valabile în orice timp de viață. În Romani 8:28 există un verset care îmi place foarte mult și ar vrea să-l ne amintim aminte. O să citesc, nu știu ce traducere am în telefon, care mi-a picat, posibil să fie un pic diferite de a voastră, dar cred că sensul e tot acela. Noi știm că toate lucrează împreună spre binele celor ce îl iubesc pe Dumnezeu, al celor ce sunt chemați potrivit cu planul Său. Deci tot ce se întâmplă în viața noastră, dacă noi credem în Dumnezeu, dacă noi încercăm să trăim după voia Lui, totul se întâmplă spre bine. Ne putem întreba cum un război se poate fi spre bine. Vă zic pe scurt, că am doar 50 minute, mi-a zis. Mulți oameni din Ucraina care în timp de pace nu au pășit niciodată pe pragul unei biserici protestante din pricina războiului și-au găsit adăpost în clădirile bisericilor protestante unde au auzit prima dată despre Hristos și sunt mulți care L-au primit pe Hristos în viață. Slavă Domnului! Lucrează totul spre bine? Da, pentru că dacă noi nu am vrut să mergem afară, Dumnezeu le-a adus pe oameni în biserică. Oricum, Dumnezeu își face planul Lui. Alt moment, bisericile în timp de pace nu se prea luau de lucrarea socială. Dar în timp de război s-a descoperit că biserica poate fi și un hub umanitar ca să ajute pe oameni în nevoie. Deci, încă o dată, toate lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Biserica, în timp de pace, se întâlnea cu frați la conferință. Dar în timp de război, când au fost nevoiți să plece în afară, și-au găsit familia lui Iisus și în alte țări. Totul lucrează spre bine. Unii dintre frații noștri au ajuns să fie înrolați în război. Putem să spune că e ceva rău, ai mers nu de binevol. Dar acolo și-au descoperit darurile de evanghelist. Și alți soldați care nu credeau în Dumnezeu, care erau atei, în timp de criză, au văzut cum Dumnezeu le apără și L-au primit pe Hristos ca Mântuitor. Totul lucrează împreună spre bine. Local, când ne uităm la bisericile din Ucraina, multe biserici au pierdut la număr, pentru că alții să-și salveze familia au plecat în afara țării. Dar am realizat și în biserica noastră că am avut mulți oameni talentați în închinare, aveau chemare în predicare, în rugăciune, dar nu aveau loc. Și când s-a eliberat locul, au început să slujească pe Dumnezeu cu o nouă râvnă. Ce se întâmplă? Toate lucrează împreună spre bine. Deci, ce am realizat, un lucru important, în orice timp de viață, să continuăm să-L iubim pe Dumnezeu și să încercăm cât putem, cât depinde de noi, să împlinim voia Lui. Amin. Aș putea să povestesc mai mult, dar mulțumesc mult la traducător, nu știu cine a fost, dar la un moment dat i-am zis și frate că m-am simțit într-o închinare în alte limbi și am realizat că așa va fi și în cer, numai cât o mică diferență. O să înțelegem toți ce se întâmplă. Dar în duh am simțit că sunt în casa Domnului, melodiile pe care le cunosc, Duhul lui Hristos este prezent și asta mă bucură foarte mult. Și vreau să spun că acum Biserica lui Hristos în Ucraina continuă să funcționeze, se plantează noi biserici în orașe care au fost ocupați de Rusia și apoi eliberate sau în zone de conflict, unde până acum nu era posibil să ajungă Evanghelia. Dar aducând ajutoare umanitare,
când omul are nevoie de mâncare, te ascultă. Te ascultă cu atenție și împreună cu pâinea pământească primește și pâinea cerească. De aceea încurajăm să purtați în rugăciune pe cei care merg în zona de risc, nu-i ușor să mergi, să-ți lași familia în spate și tu să mergi cu Evanghelia pe linia de front. Nu e ușor când nu ai vrut și ai ajuns să fii înrolat în război. Nu e ușor când ai pierdut pe cineva să-ți păstrezi pacea și să binecuvintezi, dar și să nu ai blestem în inima ta. Nu e ușor să rămâi credincios atunci când totul este împotriva ta. Dar ne aducem în minte încă o dată de ce era scris în Romani. Că noi știm, deci noi știm, putem să ne aducem aminte dacă am uitat, noi știm că toate lucrează împreună spre binele celor ce îl iubesc pe Dumnezeu, al celor ce sunt chemați potrivit cu planul său. Domnul să vă binecuvinteze și mă bucur să fiu în mijlocul vostru. Până ieri la amiază n-am știut, dar Dumnezeu are un plan foarte minunat și totul lucrează spre bine, că sunt și acum aici și sunt binecuvântat să fiu în mijlocul vostru. Mulțumim frumos! Domnul să vă binecuvânteze, să vă ocrotească familia și lucrarea care Domnul face. Aleluia! Csodálatos hallani, az ige működik. Dicsőség az Úrnak. Hallgatva a testvér prédikációját, az üzenetét, az volt bennem, hogy azért szerintem van miért hálát adjunk. És kell hálát adjunk, és értékeljük azt a lehetőséget, ahol, amivel az Úr megáldott. Egy fantasztikus üzenetet kaptam a mai alkalomra, és bízom abban, hogy a számotokra is ilyen kincs lesz, mint ahogy számomra az. Kérlek, a Lukács evangélium 5. részéhez nyissuk ki a Bibliánkat, az első 10 verset olvasom. Nagyon jól ismert történet, talán 2-3 hónapja még ezt felolvastuk, de hiszem, hogy az Úrnak van egy friss, aktuális üzenete mindannyiunkhoz ezen az igén keresztül. Lukács 5. első versétől olvasom. És lőn, hogy amikor a sokasság hozzátódult, hogy hallgassa az Isten beszédét, ő a Genezáret tavánál áll. És látta két hajót állani a vizen, a halászok pedig miután azokból kiszállottak, mossák vala az ő hálóikat, és ő bemenvén az egyik hajóba, amely a Simoné vala, kéri őt, hogy vigye egy kisé beljebb a földtől, és mikor leült a hajóból, tanítá a sokasságot. Mikor pedig megszűnt beszélni, mondta Simonnak, evez a mélyre, és vessétek ki a hálóitokat a fogásra. Felelvén Simon mondta neki, Mester, jó lehet az egész éjszaka fáradtunk, mégse fogtunk semmit, mindazáltal a te parancsolatodra levetem a hálót. És ezt megtévén halaknak nagy sokasságát keríték be, szakadozva a pedig az ő hálójuk. Intének azért társaiknak, akik a másik hajóba voltak, hogy jöjjenek és segítsenek nekik. És eljövén megtölték mind a két hajót annyira, hogy csak nem elsüllyedének. Látván pedig ezt Simon Péter Jézusnak lábai elé esék, mondván, eredj el én tőlem, mert én bűnös ember vagyok, Uram. Mert félelem fogta körül őt, és mindazokat, akik ővele voltak a halfogás miatt, amelyet fogtak. Hasonlatosképpen Jakabot és Jánost is, az Ebedeus fiait, akik Simonnak társai voltak. És mondta Simonnak Jézus, ne félj, mostantól fogva embereket fogsz. Amen. Amen. Ez a történet is, mint minden történet a Bibliában, egy fantasztikus üzenetet tartogat a számunkra is, hiszem, hogy a számotokra is. És szeretném megosztani azt, amit ebből az Úr nekem most frissen megmutatott, és annyira izgatott vagyok, hogy segítsene az Úr, hogy tudjam átadni nektek. Ez a történet megmutatja igazából a kudarcoknak, nem csak a kudarcot, mert kudarcot mindannyian látunk, hanem a kudarcoknak a fő okát, a hátterét. Ez a történet azt is megmutatja nekünk, hogy lehet megszabadulni a kudarcból. A kudarc nem Isten akarata az életedben. Mondjad el a szomszédodnak, nem Isten akarata a kudarc az életedben. Nem Isten akarata.
téged az Isten győzelemre hívott el, áttörésre hívott el, és előkészítette számodra a csodákat. Ennek ellenére talán mindennyiunk életében előfordul bizonyos terület, ami kudarcosabb. Van, akinek a szellemi életében vannak lemaradások, van, akinek a vizsgáival vannak bajok, a tanárokkal, van, akinek az anyagi életében vannak kudarcok, vannak, akinek a kapcsolataiban, vagy akár a házasságában, van, akinek a szolgálatában van kudarc. És nem úgy mennek a dolgok, ahogy mennie kellene. Na most, ha valamelyik területén az életednek kudarc van, van itt olyan személy, akinek az életének legalább egy terén kudarc van, csak azért aktuális az a mai üzenet, akkor nagyon figyelj, most ezt az Úr nekünk üzente ezt az üzenetet, hidd el. Ezért vagyok izgatott, mert a megoldás benne van. A kudarckor elkövetett cselekedeteink, a kudarckor hozott döntéseink döntik el, vagy ez alattán mi döntjük el, hogy örökös kudarcosok leszünk, vagy örökre mögöttünk hagyjuk a kudarcot. Nagyon fontos, hogy ilyen állapotban mit teszünk, hogy beszélünk, hogy viselkedünk, minden mozzanatnak jelentősége van. És ez a történetnek ezért minden kis részlete fontos, nem fogunk mindent kiaknázni, de egy részét. És azt látjuk, hogy Péter azért izgalmas, és most különösen Péternek a hozzáállását, Péternek a reakcióit és a cselekedetet fogjuk végigkísérni. Ebből az egész történetből. És azt látjuk, hogy Péter valamit csinál. Tudod, mire jött rá Péter? Hogy a hálójával baj van. Nem azt mondta, hogy nem fogtam semmit, hazamegyek aludni. Hát most nem azért kérdez, egész éjszaka halászni. Semmi hal. Nem azt lett volna normális, hazamegy, aztán menjünk hónap újra. De nem. Soha ne add fel a kudarcon. Soha nem mondta, hogy én tele vagyok, én nem bírom tovább, ennyi volt, majd aztán. Nem. Hanem a legjobbat csinált, amit csinálhatott. A legjobbat tette, amit tehetett. Rájött arra, hogy lényegében neki a hálójával van baj. És szeretném elmondani, hogy ha kudarc van az életedben, akkor ne a hibást keresd, mert ez egy ösztön, mindig a hibás, hogy ez a hibás, ha nem megy a házasság, akkor ki a hibás? A másik, az természetes, nem? Ha kevés a fizetés, akkor ki a hibás? Hát a főnök, nem? Mi teljesen rá vagyunk szakosodva arra, hogy találjuk meg a hibást. És ha megtalálod a hibást, mit értél vele? Semmit. Ma arra szeretnélek ösztönözni, amit tett Péter, ő a megoldást kereste. Rájött arra, hogy neki a hálójával van baj. Ha a hálódba keresed a hibát, hamarabb megtalálod a megoldást, mint ha a hibást keresed. Rájött arra, hogy baj van a hálójával. A te hálód a te szíved. A te hálód a te szíved. És mondja az ige, hogy itt kell keresni, mert minden áldásnak, minden jónak a forrása szívbe van. Tudod, hogy a siker a szívbe van, és a sikertelenség is a szívbe van? Az áldás is, és a kudarc is a szívbe van. De ha a hálóval baj van, akkor borítékolva van a kudarc. A hálónál keresni kell a hibát, a szívnél keresni a hibát. Azt mondja az ige, minden félted dolognál jobban őrizd meg a szívedet. Miért? Mert abból indul ki, nem pontos? Minden élet. Elolvasom, mert látom, hogy többen rávágtátok, hogy az élet minden. Mert abból indul ki minden élet. Anyagi, szellemi, házassági, kapcsolati, egészségi, minden a mi szívünkön keresztül megy, szívünkből. Hogy működik? A szívünk egy föld. Elküldi Isten az ő igéjét, behull a mag, és abból a magból árad ki.
A győzelem, a gyógyulás, a csoda, az áttörés, a siker, vagy a kudarc? Na már most, hogyha a hálóval baj van, nem képes betölteni ezt a szerepét, és hiába van vetve oda, nem kell ki. A kudarc is, a győzelem is, az áldás is, a sikertelenség is a szívből indul ki. Onnan indul ki minden. Ezért mondja az ige, hogy minden dolognál jobban őrizd meg. Hát ha veszel egy mobiltelefon, mit csinálsz elsőre vele? Védőfóliát veszünk. Nem? Húzatod. Hát hogy lehet egy telefonnal húzat nélkül és védőfóliát? Az első dolog miért? Meg kell védni azt a drága telefont. És a szíveden van védőfólia? A szíveden van védő húzat? Vagy bele tud rúgni, mocskolni bárki és bármi? Bele tud gyalogolni bármikor az ördög? Minden, azt mondja a Biblia, hogy szívvel hiszünk az igazságra, mondjuk közösen. Szívvel hiszek az igazságra. Tehát ha a szívem képes hinni, ha a szívem nem képes hinni, akkor nem vagyok képes hinni. A fejünk nem elég arra. Mi meg tudjuk tanulni az igét a fejünkkel, és akkor angol koros keresztényé válik az ember, nagy feje van, tudja, hogy mi alapján kell mást megítélni, és ezek lesznek a profi farizeusok, mert látják, hogy az nem jó, úgy kéne, amúgy kéne. Ha szívünkben a hit ki kell, akkor meg nagy dolgok történnek és csodák. Sőt, azt is elmondom neked, ha az áldás, amire legnagyobb szükséged van, az Úr kiküldi az ígét, behűl a magba, és ki kell, és meg lesz az. Olyan erő van az ígében, hogy mikor puszta, sivatag volt, tohu-bohu, az egész föld, kiküldte Isten a beszédét, és lett belőle egy csodálatos föld. Amikor Lázár a sírba volt, akkor Jézus tudod, mit küldött? Nem ment be, hogy Lázár, rám imádkozz a kézetét előtte. Nem. Kiküldte a beszédét, és azt kiáltotta, Lázár! Csak azért kiábáltam, hogyha valaki alszik, ébredjen fel. Jöjj ki! De Jézus is kiáltott, tehát mostan ez élőbe így ment. Szerintem nem az mondta, hogy Lázár, ha van kedved, gyere egyet ki. Csigabiga, gyere ki. Jöjj ki! És az a halott test meghallotta, bement az ége, és kihozta élve Lázárt. Nincs az a szükség, nincs az a nehéz helyzet, nincs az a lehetetlen helyzet, hogyha az ége bemegy, hogy ne tudjon kihozni élve. Teljesen mindegy, milyen éjszakád volt. Teljesen mindegy, hogy milyen a háttered. Teli kudarccal, mint a Péter. Egész éjszaka hiába haláztunk. Más szóval, a sikertelenség korszak áll mögöttünk. Ez egy korszakról beszél. Lehet, hogy a vérfolyásos asszonynak 12 éves korszaka volt. Volt egy asszony, ha jól emlékszem, 18 évig volt meggörnyedve. Jézus azt is meggyógyította. Nem zavarja Istent, hogy neked milyen rossz a korszakod. Elküldi az ő beszédét, és kihoz ebből a korszakból. De előtte valamire szükség van. Ismerd fel, hogy a szíved a kulcs, a hálód a kulcs. Addig az Úr nem tett semmit, amíg a hálóval Péter nem foglalkozott. Mondod nekem, de hogy létezik? Hát elmondom. Amíg a háló nincs rendben, addig a halak azt a GPS koordinátát kapják meg, hogy kerüljenek ki téged nagy ívről. Tudod, hogy van ilyen az anyagiak életében is? Nem attól leszel áldott anyagilag, hogy te annyi dolgozol, hogy megmutatod. Van, aki nem is erőködik, csak gazdagodik. Nem is érted, hogy lehet így ember? Meséltem nektek egy jó barátomat, holnap jön Romániába éppen, szép nagy családja van, elmentek fürödni ilyen wellness hétvégére a családdal, és korábban lement két gyermek az úszó medencéhez, és akkor egy nénike oda megy, hogy gyermekek, nehogy beleessetek a vízbe.
Mondták, ezek egy kicsit ilyen felvágott nyelvű liánkák voltak. A gyerekek mondták, hogy hát otthon is van nekünk medencénk, nem tudunk mi húzni. Csak beugrottak, fürödgéltek. Egy pár perc múlva érkezik a barátom, még vagy öt gyermekkel és a feleségével, és kérdezi a nénike, hogy maguk miből élnek, hogy úszó medencére jut maguknak. Azt mondja, ezt is, azt is csinálunk, az Isten gondoskodik rólunk. És ez a sok gyerek a magáé, igen, és még egy feleségtől is, és még van három otthon. A másik majdnem elájult. Tényleg van, vagy 11 gyermeke? Szóval, hála Istennek, bőségben van. Nem csak a gyermekekben, anyagilag is. És nagyon ideges volt, ezt az egész beszélgetést meghallgatta a szálloda tulajdonosa, ott volt, csak nem tudták, hogy jöjjön, és akkor csak megszólalt, hogy tényleg az öné ezek a gyönyörű gyerekek? Mondja, igen. Akkor meg az én vendégeim három napig esznek, isznak, alusznak, fürödnek, amit csak akarnak. Végig kellett hallgassa a mámi. Ki volt fizetve egy hétre előre neki az összecsomagolt mérgébe elment. Mert azt mertem mondani az én barátomnak, látja, hölgyem, így tudunk élni. Az Úr az igaznak álmában áll eleget. Az Isten hűséges. Nem a körmeiddel kell megszerezzed, ne akard megszerezni azt, amit az Úr megszerzett a Golgotai kereszten. Megszerezte a csodálatos jó házasságot. Képzeld el, hogy azzal a személlyel, akivel vagy most, anélkül lecserélt, lehetsz nagyon-nagyon boldog házas. Lehetsz nagyon-nagyon áldott. Sőt, rád száll a Szent Szellem, lehet, hogy még pásztor lesz belőle, vagy prédikátor. Lehet, nem is nézhet ki magadból, de az Úr kinézheti. Mert az Úr hatalmas. Honnan függ? Mitől függ? Hogy a szívünk milyen állapotban van, a háló. Mert szívvel hiszünk. És ezért mondja Dávid, hogy a szívemben rejtettem a te beszédedet, hogy tudod, drága barátom, hogy mivel töltheted meg a szívedet, hogy biztosítva legyél? Ígével. Megkérdeztem Melli Hikit, hogy szerintem mi a titka, hogy mondom, te azért elég idős vagy, már mondom, és ahhoz képest jól bírod magad. Akkor, mikor itt volt nálunk, akkor 85 éves lehetett körülbelül. És azért nem minden 85 éves szokott evangelizálni úgy éjjel-nappal. És azt mondja, szerinte az ige. Azt mondja, annyi igét tanulok meg, amennyit csak tudok. Most mondta, azt hiszem, akkor a Zsoltárokat tanulta. De azt mondja, azelőtt megtanultam az Mózes 5 könyvét kívülről. Aki öt verset kell megtanulni, az se könnyű. De egy biztos, nem mindegy, hogy mivel töltöd meg a szívedet. Van, ami életet hoz, és van, ami halált hoz. Az áldás mindenki szeretné, a gyümölcsöt szeretné, az áttörést, de az mindig ott kezdődik, hogy előtte beletesszük a szívünkbe. Nem a semmiből, nem magunkból kell kitermeljük. Ugyanis az embernek van egy nagyon nagy sajátossága. Ádám bűnbeesésekor az ember elvesztette az önálló életet. Mi olyanok vagyunk, mint a porszívó. Ha bedugják a konnektorba, működik, ha kihúzzák, csak dörzsölni lehet vele. Nem működünk önállóan. Nincs bennünk se élet, sem áldás, se képesség az áttöréshez. Az áttörés attól függ, hogy be vagyunk-e konnektálva a mennybe. És ez mindig az igén keresztül jön. Ha pedig benned lakik a Szent Szellem ereje, benned lakik az ige, benned lakik a Krisztus, akkor azt az éneket tudod énekelni velem, minden lehetséges, akkor minden lehetséges, minden, minden lehetséges, minden, minden. Az Úrral minden lehetséges. De nem tőlünk jön ez. Nem a mi képességünkből. Nem tudod annyira... Nem, és nem is kell erőlködj. Hanem egyszerűen enged, hogy a szívedbe levő ige meghozza azt a gyümölcsöt. De rájött Péter arra, hogy valami baj van a hálójával.
És az a kérésem először is, hogy ha bármely területen van hiányod, kudarcod, akkor vizsgáld meg a hálót. Az első dolog, amit tett a hálóval, azt mondja az ige, hogy mosták a hálókat. Ja, kell mosni a hálót? Tudod, miért furcsa az egész? Mert tudod, hogy a hálót hol használják? A vízbe. Nem volt kiszáradva. De ha voltatok halászni, vagy láttatok halászokat, azt tudjátok, hogy azért, aki elmegy halászni, az nem csak halat fog. Szeretem, hogy végigmenni a vízpartján, különösen, ha nagyobb, például a tengerpartján, vagy ilyen helyen, és a halászokat figyelni reggel, jönnek ki. És tudod, hogy mennyi minden van abban a hálóban? És ha benne, és előfordul, hogy konzerves doboz, előfordul faágok, rákok, gumipapucs. Hadd mondjak neked valamit, ha rákokat teli van a hálód, akkor lükvezbe mész, nem előre. Hát kikelnek a rákok a házad, a szívedbe. Képzeld, nem egy rák lesz, sok kicsi rák. Lükvez. És nem érted, imádkozok, küzdök, dolgozok, nem megyek előre. Hát ha rákot tartok, az ráktenyészet van a szívedbe, a hálódba. És háziállat nálad a rák, akkor meg kell mosni azt a hálót. Mert ha teli van rákkal, nem fognak bemenni a halak, hát nem hülyék. A rákok elzavarják. Tudod, hogy vannak olyan dolgok az emberi szívbe, ami eltaszítja az áldást, és kikerüli az áldást. Nem téged akar kikerülni az áldást, hisz téged áldásra hívott el az Úr. De lehetnek olyanok a szívedbe, amit kikerülik viszont. És például ilyen a rák. Vannak olyan, hogy elhullott halak, csúnyán úgy mondják, hogy dög. Azért mondtam, hogy ha valaki nem érteni, mi az, hogy elhullott, akkor tudja. Tudod, hogyha ilyen elhullott halak vannak a lelkedbe, hogy hullamérgezést kapsz? Tudod, hogy miért van nagyon sok komoly, nagy képességű ember a parton, és nem tudja Isten használni? Azért, mert a hálójában benne vannak a elhullott halak. Hulla. A hullaszagnak van, kilométerekről meg lehet érteni. Mi a hulla? A másnak a mocska, a másnak a bűne, másnak a hibája, botránkozások, hogy az ilyen. Ha elmész halászni, nem csak halat fogsz, hanem botránkozást. És jársz gyülekezetbe, akkor lesz hulla is. Vannak hullott halak. Vannak rákok a gyülekezetbe. Vannak gumipapucs, nem tudom, van-e. De nem csak halat lehet fogni a gyülekezetben, hanem nagyon sok olyan dolgot, amit ha az ember nem dob ki hazafelé, alkalmatlanná válik, hogy az Isten megtöltse az életét. És nem értél, én bőtölök, én mind imádkozok, én tizedet adok, én adakozok, és mégse jutok egyről. Szeretném megkérdezni, nézd meg, szkeneld be, mi van a hálóba. Ja, rák, béka, kurutyol benned. A döglött halakot büdösödnek. És tudod, mi a baj? Hogy megfertőzik az embert. Tudod, hogy lehet látni, honnan lehet tudni, hogy mi van az ember hálójában? 5 perc alatt minden ember elárulja. Az első 5 percben viselkedj. Igen, szép az idő, igen, a polgármester úr választások lesznek, így úgy. 5 perc után rávált az ember. És elkezd beszélni a szívbőségéből. Azért nincs minden rendben ebben a gyülibe se. Ez ilyen, ez olyan. Megszólalnak a döglött halak, aztán a rákok, aztán a brékák kezdnek kurutyolni. És abban a pillanatban egy paj van, abban áldás többet nem jön. Az Isten még pumpálni se tud az ilyenben. A halak meg mi kapják a GPS koordinátát. Ezt az embert ki kell hagyni. Jobbra 100 méter, balra 100 méter. Ha valamelyik hajóba beült, az süllyesszétek el.
Vagy áldások csatornái vagyunk, vagy a csapásnak. És ez attól függ, hogy mi van a hálóba. Ne gondold olyan könnyen, hogy hát de ez az igazság. De hát ez tényleg ezért, csalódásért. Csak a csalódásért. Mi a fa? Az emberi természet, a romlott természet. Azt jelenti, hogy a csalódásért fogtál egy nagy csutkot. De ott a csutkó. Hát gondold el, az a hal se hülye, látja, nagy csutkó, nem mújják be. Ha megfogták már, azt, az elég. Az áldás, a hal, tudod, hova megy be? A tiszta hálóba. Tiszta háló. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten. És az erős szellemet újítsd meg bennem. Halászás közben, a keresztény út közben, ahogy jársz az élet útján, sok mindent össze lehet fogni. Lehetne készíteni egy külön rehabilitációt a parton azoknak, akik ott vannak, kik vannak a parton? Azok a keresztények, akik lógóról mesélik, hogy valamikor én is haláztam. Fogtam ekkora csutkot, ekkora halat, ismeritek? Nem az emlékeidből kell te éljél. Ma, ha hallod az Úr szavát, és megnyitod, Istennek az ereje átjár, és kitisztítja a szívedet, kihulnak, ki tudod dobálni a rossz dolgokat, és újra alkalmas leszel arra, hogy Isten csodálatosan használjon. Mert Isten használni akar, és tud is használni. Tudod, mi kell? Hogy rendelkezésére három éneket énekeltünk neked, hogy Uram, neked adom a szívemet. Na, tedd oda az Úr rendelkezésére a szívedet, és meg fogod tapasztalni, hogy Isten természet feletti módon használni fog téged. Dicsőség az Úrnak. És azt látjuk, hogy vannak, még tudjátok, hogy a vízben még kígyók is vannak? Sikló? Vipera nem jár a vízben? Szerencsére. De azért nem tudom, hogy vagytok, én annyira nem szeretném, hogy simogasson egy kígyó. És mondják, hogy ne aggódjál, csak Sikló. Tudod, hogy egy keresztény tud így viselkedni, mint a kígyó lenne a lelkébe? Nem láttatok ilyent, szerencsére. Én igen. Tudod miért? Azért, mert kígyót fogott. Tudod, mi jön ki belőled? Amit fogtál. Hát próbálj meg eladni paducot, ha kígyót fogtál. Nem tudod. Az jön ki belőlünk, amit befogtunk. Mit begyűjtöttünk. Ugyanarról a helyről, tudod, én a gyülekezetből, az Isten országából, hogy halászol, éled az életedet, be lehet gyűjteni kígyót is. Ezért tud egy keresztény is úgy viselkedni, mint egy ocsmány világé. Tudod, olyan ocsmányú viselkedni, és nézed, hogy mi van ember? Ez keresztény? Hát akkor én katolikus pápa vagyok. Ne legyél pápa, maradj hitesnek, mert jobb. Ne akar apáca lenni, akar keresztény lenni, akar Istennek kedvező gyermeke lenni. De ehhez ki kell dobálni a rákokat, a kígyókat, a döglött halakat, az elpusztult halakat, a békákat, és mindent, ami nem oda való. Hogy egy maradjon. Alkalmas arra, hogy az Isten igének a inkubátora legyünk. A meleg ágya legyünk. Hogyha hull egy mag. Én csodálkozom, nem tudom, hogyha figyeltétek, hogyha nagyon jó a föld valahol, a szél, ahogy viszi a magvakat, csak nézed, itt nő ki egy fa, ott nő ki. Nem is ültettem. A föld dönti el, mert Isten gondoskodik, hogy jó magot kapjál. De a mi felelősségünk, hogy a szívünk viszont jó legyen erre. Ámen? Nézd meg, mit mond az ige. Vigyázzatok azért magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjék a ti szívetek a dobzódásnak, részegségnek, az élet gondjának miatta. És váratlanul ne nehezedjen meg a szíved. Váratlanul sem. Vigyázz. Mert ha nehéz, a szíve az embernek nem tud oda menni, ahol van a hal. Pont mindig mellette van. Lemegy az aljára. Eljön a gyülibe, és úgy csinál, mint Ill, és ment az Úr jelenlétébe, és befeküdt a barlangba. Hallott a csipik a haját a denevérek, de mondta, ilyen a gyüli, hát ilyen a gyüli.
És megáll az úr az ajtó előtt. És azt mondja, Illés, mit csinálsz itt? Hát búsulok, mit csináljak? Hát otthon nem tudsz búsulni. Nem azért jöttél, hogy búsuljál. Mondd el a szomszédon, nem azért jöttél, hogy itt búsuljál. Hanem azért jöttünk, hogy az úr szóljon hozzánk. És erre azt üzente neki az úr, Illés, jöjj ki a barlangba, gyere ki! Egészségedre. Amikor a háló megnehezedik, akkor nem a halat fogja, hanem csak még lemegy az aljárat a víznek, csak mocsarat fog. És tudod, mit mond a Biblia? Vigyázz magadra. Azt mondja, vigyázzatok magatokra. Mondjuk közösen, vigyázzik magamra. Mi nagyon szeretjük mondani, vigyázz, ne sértsél meg, vigyázz rám. De tudod, hogy ki kell vigyáznom a szívedre? Én. Nézd a tükörbe, azt mondja, te. Ki kell vigyázzon a szívére? Én. Én, te. Mi, ti, ők. Ki kell vigyázzon az én szívemre? Én. Akkor ki felelős, hogy telé van a szíved nehézséggel, békával, rákkal és mindenféle hülyeséggel? Egyedül én. Akkor senkit se hibáztathatok? Senkit. Uram, adj áttörést! Az Isten a mennyben már rég elkészítette. Alig várja, hogy megadja. De hogy lehet egy hálót megtölteni, amikor tele van vízisiklókkal, rákokkal, békákkal, csutkókkal? Nem tudom, hogy papucs befér-e. Nem mondjuk, te tudod, kik a papucsok? Ha megvan. Tudod. Rájöztek. Olyan is van, persze, hogy van. Ezért mondja a zsidókhoz itt levél, tedd félretéve minden akadályt és bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk álló pályát, küzdőtért. De mikor tudjuk, ha a hálunk tiszta? Ha meg tele van kövekkel, terhekkel, szeméttel. Kinek kellett kidobálni? Jött Jézus, azt mondja, engedjen, segítsük el meg, mert hoztam a mennyből perszilt mosogatószert, ez nagyon jó, angyali. Nem. A te szívedet neked kell megtisztítani, az enyémet nekem. Nem várt senkinek, hogy jöjjön, szivattyúzza ki, szippantsa ki. Ez a szolgálat nem itt. Ez nem működik. Senki nem tudja helyetted megtenni. Évek óta gyülekezetbe jársz, és egyébet nem tudsz, csak másnak a hibáját. Hát te mi vagy te? Szippantós? Összegyűjtötted? Nem erre hívott, te szolgálat nincs a Bibliában. Segítek, Tina, neked, mert szerintem ezt a szót nem biztos, hogy tudod, hogy mit mondtam, de elmondom, hogy mondják? Vidán zsáré. Ez a szippantos. Legalábbis szóval többet tanultam. Drága testvérem, nem arra vagy elhívva, hogy másnak a szemetét tartogassad. És nem a szíved. Nem erre van gyártva. Nem erre lettél kitalálva. Hanem arra, hogy az Isten igéje alkalmas, meleg ágya legyen. Ha behull az ige, kikeljen. Van egy másik része, egy másik ígét is felolvasunk, a Máté evangélium másképp egy kicsit még kiegészíti ezt a történetet. Onnan tovább menve látta más két testvért, Jakabot, Zebedeus fiát és Jánost, Amannak testvérét, tehát volt a Péter, de volt még két testvér ottan, amint a hajóban atyjuk a Zebedeussal a hálóikat, kötözgetik vala, és Jézus hívta őket. Másik típus, amivel kell, előfordul, amivel kell foglalkozni a hálóval, az, hogy a szakadásokat be kell kötözgetni. Mert a csutkóval nem az a baj csak, hogy megfog az ember a csutkót, hanem az a baj, ki szakítja a hálót. A rákkal nem csak az a baj, hogy rákozgat, meg el is vágja az ollóval a hálót. A kígyóval nem csak az a baj, hogy kígyót fog, el is harapja a kígyó,
És az embernek a hálója lyukassá válik. És ha lyukas a háló, nem alkalmas az ember az áldások befogadására. Imádkozhat, könyöröghet. Drága testvérem, tudod, hogy ki van veszélybe, hogy a hálója szakadt legyen? Akik már egy néhány éve ott vannak a munkában. Nem akarok itt most nagy véndumát lecsavarni, de több mint 50 éve megtértem. És tudjátok, hogy hány embert láttam, hogy a parton végezték? Hát én ennyit tudok. Ez megsértettek, megbántottak. De tudod, ki fogta meg? Te. Te nem arra vagy Istentől elhívva, hogy te fogjad össze a varangyos békákat. Nem arra vagy összeszedjed az összes kígyót. Amúgy tudjátok, hogy a teknős békák azok nagyon is keményen tudnak ám harapni. Szóval szeretik a vizet. Nem arra vagy elhívva. Az, hogy telé van a lelked, sérelmekkel, azért egyetlen egy embert lehet hibáztatni, amelyeket a tükör előtt lát, menj haza és mondd meg, hogy te opofátlan vagy, össze-vissza sértettél engemet. Te saját magad és én saját magam. Te döntöd el, hogy megengedett, hogy megsértsenek, vagy nem. Én döntöm el, és te döntöd el, egy embernek van hatalma, mit engedsz be a szívedbe. Igazam van, lehet, csak van egy lyukas hálód. Ne arra törekedj, hogy igazadat megszerezd, hanem arra, hogy a hálód épp legyen. És hogyha úgy teltek az utóbbi évek, hogy nem áttörés, nem működnek a dolgok, nézd meg, nem az a baj, hogy eljössz a gyülekezetbe, megérint a Szentlélek, kapsz egy magot, hazamész, hú te, hol van is az a mag? Úgy felbosszantott az a másik. És képzeld el, ember, elfoglalja a helyemet. Alig megyek ki, uram, elfoglalja a helyet. Magyarázom, az ember, az én helyem. Tudom, ha nem érint, ezen csak röhögni lehet. Hát ez óvoda, de mekkora óvodások tudunk lenni mi is. Jézus kora óta probléma ki hol ül. Azóta van a duma. Azóta. 2000 éve az egyházban az az egyik kérdés, ki hol ül. Holott nem ez a döntő, hanem hogy a mennybe ki hol ül. Nem kell sokat dolgozni, elég egy éles tárgy, úgy kiszakítja a hálót, mint annak a rendje. Uram, töltsd meg az életet, hova ember? Hát most te, az Isten mindenható, de azért ő se vállalkozott arra, hogy a lyukas hálót megtöltsön. Te meg ezt szeretnéd. Uram, töltsd meg. Hát hova te jó ember? Nem, hogy háló a szíved. Lyukas háló. Törött. És akkor egyik törés, 1950-es éveket írtuk gyerekkoromba. Anyám engem soha nem szeretett igazán. Egy jó szava nem volt hozzám. Apám kegyetlen volt hozzám, mikor gyerek voltam. Lehet, hogy igazad van. Szépen is hangzik, lehet belőle egy szép megható történetet írni. Csak egy baj van, hogy az áldás kikerül. Mielőtt Jézus bement volna a hajójába, mielőtt nagy halászfogás lett volna, azelőtt kell a hálót helyre pakolni. Ha a gyülekezetbe járt és megtöltötted szeméttel, akkor nagy mosást kell végezni, de nagyon nagyot. Mert ha emlékszel rá, még mindig ott van. Igen, emlékszem. Ah, szóval meglátom, az Úr áldja meg. De élhetsz úgy, hogy nem engeded be a szívedbe. Boldog vagy. De, mától kezdve boldog ember leszek. És ha valaki halálfejet mutat neked, vigyorog. Mondd meg, ha akarod, készítek rólad egy fényképet. De jól csinálod. De engem ez többet nem fog megélni. Döntés kérdése. A te hálódról te döntesz.
Szóval látod, hogy vannak ilyen, mert mondja az ige, hogy a éles olló az ő nyelvük. Vannak testvérek, akinek ez a nagy ajándék, hogy mikor egyet szól, kettőt sért. Tudom, hogy ilyen nincs közöttünk, nem mondom, hanem vannak valahol messze, Ukrajnában szerintem vannak ilyenek, Dél-Amerikában. De tudod, miért tudja elvágni az ollóval? Azért, mert megengeded. De eldöntötted, hogy ezt a hálót nem fogod összetörni. Mert vigyázok rá. Nem azért kaptam, hogy lyukakat faragjál rajta. És rájöttek a tanítványok, hogy amíg szakadt a háló, nem lehet halászni. Akkor lehet, hogy ezzel van baj. Ezért telt el egy hosszú korszak az életemben, ezért van hosszú éjszaka, hogy semmit nem fogok. Ezért van szomorúság a házasságban, mert olyan érzékeny vagy, mint egy hímes tojás. Megtérésed után, hadd mondjak nektek valamit, érzékenyebb a keresztény, sokkal sértődékenyebb, mint a világé. Ez azért van, mert mikor világi voltál, ha valaki felidegesített, ránéztél, tudta, hogy egy ütés, halálos, második hullagyalázás. Tehát itt nem érdemes ezzel, ezért távolságot tartottál. Most, drága testvér, jön egy kígyó testvér, drága testvér, drága testvér, ez meg béka testvér volt. Nem kell mindenkit egyből a szívedbe beengedni, de pásztor, hogy megbántottak. Ki kell vigyázzon a szívemre? Én? És látod, hogy egy testvér meddig az olló szolgálatát végzi magas fokon, mert ezt nagyon, nagyon magasan tudjuk csinálni. De nekünk, mivel hús szíved van a világban, azért nem fájt, mert nem hús szíved volt. Most érzékenyebb vagy. Most jobban kell vigyázni erre. Mert míg a világban voltunk, egy kőszívet nem kell védni. Esetleg kalapásztól ne verjék szél, de amíg nem ütöttek kalapát, csak annyira nem érdekel. Mondták, hogy hülye vagy. Mondod, hülye anyács a fajtád. Te mentél tovább boldogan, nem írtad nekem a levelet, hogy pásztor, meg vagyok batránkosva. Megsértettek. Olyan csúnyán nézett rám a testvérem, azóta is szenvedek. Többet nem megyek a gyűlibe. Miért? Mert nem engedték, hogy a színpadról énekeljek. Borzasztó. Hát a kocsmában, hogyha nem engedtek énekelni, mit csináltál? Leverted a bandát, felborított a három asztalt, utána énekelti hazáig. Még a rendőr is hagyta, hogy menjél. Hagyjad, ez úgysem, ne van részeket, de mit bánom. És most, hát esé. Nem tudok ének, ma már van egy jó megoldás. Bekapcsolod a Facebookot, oda teszed magad és énekeled. Add meg a hangot, Laikám, megvan. Mámé, mimo, bemelegíted a hangot és énekeled. Áldjátok az Urat, mindnyájan dicsérjétek az Urat. Like me. Na, nagyon szép volt, gyönyörű volt. Életemben ilyen szólott, nem hallottam. Jaj, de jó leszik. Na és még mit? Hát micsoda bariton, közben szoprán voltál, de nem számít. Mind, és akkor de csodálatos. Így hűíti az ember saját magát. Ezt kell neked? Mondtam neked, hogyha erre vágysz, akkor be kellene egy ilyen nyomtatvást készíteni, ilyen öntapadossal felül. Kérem, dicsérjenek, lájkoljanak, mondják, milyen vagány vagyok. De neked nem kell ezt engedned. Csak azért, mert nem ott énekelsz, vagy nem ott ülsz, vagy nem tudom, mit csinálsz. A szíved az igének a meleg ágya. Ha a szíved nem tölti be ezt a szerepet, semmi nem tudja helyettesíteni. Lehet biblia tanító. El szeretné mondani. És van, aki mindig például azt szeretni, hogy sokan prédikálnak, mondtad, látjátok a társadal, és mondja, hogy mi a haszon a háborúban. Van, aki kihal, és lehet más prédikálni. Ne valaki engem várja, halljak meg, de nem halok meg a hamar. Ne várjátok, hogy meg halljak. Inkább építünk még egy gyülekezetet. Lehet te is pásztor, jó? Drága barátom, a szíved a meleg ágya az áldásnak. És erre jött rá Péter, erre jött rá Jakab, hogy szakadt hálóval nem tudom szolgálni az Urat. Lehet a legjobb gyülekezet, de ilyen volt például Júdás. Nem volt jobb prédikátor.
nem volt jobb tanító, mint Jézus. És ott ült, hallgatta a prédikációt, semmit nem tudott áldást venni. Azt nézte, mennyi a gyűjtés, mit lehet ma lopni. Ha jó vastag, akkor kicsit ellopunk, nem vevődik észre. Miért? Mert a szíve meg volt romolva. Simon mágus hallgatta a nagy prédikációt. Hú, azt mondja, nézd, de milyen erő van. Esnek el az emberek, azt a... Még nyelveken is szólnak. De nekem, én már loptam otthonról pénzt. Egyik átad akart vinni pénzt, másik hozott pénzt. Adok nektek, nekem is adjátok ezt a hatalmat. Azt mondja az ige, nem egyenes a te szíved az Úr előtt, nem tiszta. És ott van a legnagyobb apostol, Péter, Filip, János, legnagyobb apostolok, nem tudhatod, ezt Isten nem tudta használni. Miért? Mert a szíve, a hálója nem volt alkalmas. Szerintem a keserűség az, ami a legjobban elszakítja a hálót. Ezért mondja a Biblia, ma, ha a te szívedet halljátok az igét, meg ne keményítsd, mint az elkeseredéskor. A keserűség törést okoz, repedést okoz a szíved és a hálón. De ismerek egy doktort, úgy hívják, hogy doktor, professzor Jézus Krisztus, aki azzal az üzenettel jött a földre, azt mondja, azért jött, hogy az összetört szívűeket meggyógyítsam. Ezzel kezdi Jézus Lukács 4.18-ban. Az összetört hálót meg tudja gyógyítani. Eljössz az Úrhoz, azt mondja, Uram, össze van törve a szívem. Ez a helyzet. Van, aki lábbal lépett bele, van, aki késsel, van, aki szájjal, van, aki megsértett, valahogy összeszedtük. Az Úr tökéletesen meg tudja gyógyítani. Mert az, hogy jössz az Úrhoz, azt a múltat határozza meg. De hogy jársz az Úrban, ez tőled függ. Az Úr egy szempillantás alatt meg tud gyógyítani. Egy szempillantás alatt. Nem kell neki hónapok, nem kell évek. Engedd, hogy az Úr gyógyító erre járjon át. De dobd ki a békákat, dobd ki a kígyókat, dobd ki a rákokat, dobd ki, ami rossz onnan, hogy az Úr tudja meggyógyítani. Annára csak egy nagyon rövid időre térjünk vissza. Azt mondja az ég, Anna egy nagy példa, hogy hogyan lehet meggyógyítani a hálónkat. Egy. Azt mondja, Anna pedig mondja, nem uram, bánatos lelkű asszony vagyok. Tudjátok a történetet, egy penina szúrt bele a hálójába, de nem is született baba. Nem őt áttörés? Én se bort, se részegítő italt nem ittam, csak a szívemet öntöttem ki az Úr előtt. Figyeljetek rám, drága barátaim, egy ingyenes gyógymód, nincs jobb ettől a világon. De mindenki számára, most internet előtt vagytok sokan, akik kukkoltok, mert Gyülibe nem tudtok jönni, mert úgy meg vagytok sebezve, hogy még a Gyülibe se akartok járni. Szeretném elmondani, ez a gyógyszer, amit Anna tanít, a szívemet öntöttem ki az Úr előtt. Ne az embereknek önts ki, mert az emberek nem tudnak segíteni. Hát két szakadt háló mit tud segíteni? Cserélik a rákokat, egyéb haszon nincsen. De Jézus Krisztushoz jössz, és azt mondod, Uram, ez fájt, ez a bajom, és kiöntöd, és kész. Ki lehet önteni? Véglegesen. Hát egyszer kiöntesz. Egy kicsit sokkal víz ahhoz, hogy kiöntsem, de kiöntöd, akkor nincs benne. Ha még mindig ott van, akkor nincs kiöntve. Ha tudsz róla beszélni, azt jelenti, hogy ott van. Jó, megbocsátottam. De, na aztán innen akkor jön a veszélyes. Megbocsátás azt jelenti, lehet, részemre le van zárva. Oh, happy day. Tudod, melyik a happy day? Mikor megbocsátásban élsz? Kereszténynek mondod magad? És egy hétig haragusztok, úgy éltek, mint két fadarab csutkó. Háttal feküztek le, hogy nagy összeérjön a hátatok az ágyba. És azt mondod magad, hogy keresztény vagy. Hát keresztény vagy, ilyen csutkós. Nem, mert figyelj, azt mondja az ége, a nap le ne menjen. Lement a nap, megvan bocsátva, drága. Pá.
El lehet dönteni. Persze, kicsit az alázattal dolgozni kell, egy kicsit karcol, de mindjárt megmutatom nektek, de másképp nem megy. Nem azért van a szíved, hogy összegyűjtsed az élet minden keserűségét. Gyerekkorod, nehéz gyerekkorod volt. Sajnálok. Mert tényleg az nagyon nagy baj, ha valakinek ilyen volt. De ha nem dobod ki a gyermekkori keserűségedet, akkor elmondom neked, nagyon nehéz öregkorod is lesz. És ha nem akarod, hogy nehéz életed legyen, nehéz öregkorod, akkor most dob ki. És elmondom neked, egy csodálatos jövőd lesz. Akkor a rossz csak egy rossz emlék marad, de egy csodálatos jövőt készített az Úr a számodra. Olyant, amit el se tudsz képzelni. Olyan áldásokat, olyan áttöréseket, olyan csodálatosat. De ennek az a feltétele, hogy mindent, ami olyan, dob ki. És azt mondja Anna, én kidobtam, kiöntöttem. És onnan lehet látni, és elméne az asszony is az ő útjára, és elvég is arca nem volt többé szomorú. Most csinálnék rólatok egy képet, akkor elmondom nektek, ki nagy itt nálad, meg lennél ijedve, hogy nézel ki. Gondoltam is, hogy csinálok egy ilyent, és akkor az irodába felírnám mindenkit, aki szomorú, és behívhatnám mindenkit, egy 15 percet beszéljek el veled. Mert nem korrekt részedről. Hiszelj Istenben, azt állított, hogy megbocsátotta a bűneidet, azt állított, hogy fel van írva neved az életnek a könyvébe, fel tudod emelni mind a két kezedet és a lábadat, van mit egyél, hála Istennek, fogyókúrázom már 100 éve. Van annyi telefonod, hogy már nem tudod, hogy mennyi, autónkban annyi van, hogy mindig áldjuk a polgármestert miatta. Jogod van panaszkodni? Szerinted korrekt az, hogy lógottad az orrod, mint Kain? Mi van? Hagyj békémet. Nem korrekt. Nem megengedhető. Az, hogy élünk, ez már ajándék. Az, hogy itt vagy, már egy olyan ok, hogy örülhetünk, dicsőség az Úrnak. És az Úr tartsa meg hosszú élettel, legyél hosszú, öregedjél meg, azt kívánom. Az ajándék. Túléljük őket. De nem mindegy, hogy. Nem elkeseredve, nem szomorúan. Hát jó, de tudnád, mennyi bajom van. Hát drága barátom, az igaznak sok baja van. Megvan írva, sok baja van az igaznak, de valamennyiből megszabadítja őt az Úr. Amen. Hamarabb megszabadulsz a bajodtól, ha nem azzal foglalkoz. Átadom az Úrnak. Az arca nem volt többet szomorú. Ha még egyszer lefényképeznek, se eljössz ide szomorúan, lefoglal fényképezni, és csinálok elől egy tablót, és kitesszük. Nézzétek meg, ezek a testvérek, akiket az Úr elkezdett alakítani, de még rájuk fér. Jézus megtört. Ha Annának, nem azt mondta Anna, hogy ha meghalna ez az Penina, akkor milyen boldog lennék ember. Egy villám belé vágna, de jó volna. Ó, Uram, szabadításodra várok. Nem kell senki meghaljon, ahhoz, hogy te boldog legyél. Elég, hogy meghalt Jézus Krisztus. De döntsd el, hogy te egy nagyon boldog ember leszel. Miért? Az, mert fel van írva neved az életkönyvébe. Fel van írva neved az életkönyvébe. Meg van írva, hogy mind boldog az, aki féli az Urat. Mind boldog az, aki féli az Urat. Boldog ember az, akinek az Úr bűn nem tulajdonít. És még itt is vagyunk. És azt mondja, hogy látsz engem, már ezért kéne boldog legyél. Azt jelenti, nem vagy vak. Na milyen jó, hogy látunk. És még egyrészt én nincs is szemüveg. Még a szemüveggel látsz, az is jobb. Csodálatos. Onnan lehet látni, hogy kidobtuk a szívünkben a keserűséget, a kígyókat és a békákat, hogy az arcunk nem szomorú. Nem normális, hogy olyan izmok erősödtek meg, mint Nannyónál. És mint Tatánál. Magorom, mi van? Ránézel, 5 év. Hozzászóltál, 15 év. Te arra, hogy... Hát persze, hogy akkor egy nem akar a hálódba senki jönni. Milyen gyűlibe jársz? Én oda nem megyek. De ragyogsz az örömtől. Hát jó, de tudnál, mennyi bajom van? Miért? Lehet, hogy már igaz vagy. Az igazatnak sok bajuk van. Megmondja, sok baja van az igaznak. Ha neked még bajod sincs, legalább az van. Nem attól vagy boldog, hogy nincs problémád.
hanem attól vagy boldog, hogy kidobtad a szívedből a fájdalmakat, a keserűséget, a kígyókat, a rákokat, a töviseket, és kidobod, és attól az Úr betölt örömmel. Meg van írva. Szeretted az igazságot, gyűlölted a hamisságot, ezért felkent téged az Úr az örömnek az olajával. Vigyorogsz egész nap. Mi lente? Örülök. Lehet? Hát persze, hogy lehet. Nem beszélve még az ott az Úr gyermekeket is neked. Nézed, te csodálatos gyermekeket. Dicsőség az Úrnak. Hát nem érdemlik meg, hogy büntessed, hogy milyen egy mogorva papó. Mi van? Annyi bajom van. Képzeld, amikor majd felnőnek, mondják, apá, a vénszivar, vagy végkütembe. Jó, ne is emlegesd. De arra emlékeznek, apám mindig olyan paffa volt. Akármilyen rossz kedvünk volt, mondott egy viccet, feldobott az egészünket. Hát tudod, hogy erre vagy elhívva? Nem vakbélgyulladás a kereszténység. Azt mondja, ez igen. Jöjjetek mindjárt én hozzám, megfáradtatok és megterhetetek. És én nyugalmat adok. És utána folytatja. Vegyétek fel az én igámat. Miért? Mert az én igám gyönyörűséges. Gyönyörűséges. És az én terhem könnyű. Milyen terhet cipez? Nagyanyád terhét? Az nehéz. De az Úr terhe az csodálatos. Válasz. Mit kell vigyed azt, amit nem tudsz úgyse megoldani? Nem a te oldod meg, hogy Uram, de nekem nagy áttörésére van szükségem, Uram, kérlek téged. Ez előbb-utóbb visznek a pszichiátriára. Azt mondod, Uram, én átadom neked. És én mától kezdve, én nem fogom cipelni azt, amit elhordoztad. Hálát adott neked, Uram, megígérted, hogy megszabadítsz engem minden bajomból. Mert azt mondja, te ígéd, megbocsátja minden bűnödet, megbocsátja minden bűnödet, és meggyógyítja minden betegségedet. És az arcom többet nekem nem lesz szomorú. Hát engem megbocsátottad, elég volt, egy valaki belehajol, én nem halok bele. És ezek után, mikor az igen mondja, hogy az arca nem volt szomorú, ezek után az Úr megemlékezik róla, és lett baby. Az áldás, mikor jött a... Amiután üres lett a háló. Amíg ott volt a keserűség a hálójában, ne félj, baby, kikerülték a bébik. Sírás volt, de baba nem. És így folytatódik. 7:30 már, uppá. Nem akartam ilyen hosszon beszélni van. De nézd meg, mi történt. Miután kiüresítette a szívét, a hálóját Péter, bement Jézus a hajóba. Nagyon sokszor azt gondolják keresztények, hogyha Jézus bejön a hajóba, akkor minden megoldódik. Szeretném elmondani, nem így van, nem igaz. Van, amit akkor is nekem kell megoldani. A hálómra akkor is nekem vigyázni kell. És úgy kell járni, az Úr jelenléte nem azt jelenti, hogy nem érnek bajok, nem azt jelenti, hogy nem fognak a békák bepróbálni, bebúszni, nem ígért az Úr olyan kereszténységet, hogy nem lesz problémát, dehogy is nem. Csak a hazug esküvőkön hintik ezeket a szírmokat, az egész hazugság úgy, ahogy van. Az volna korrekt, ha rózsaszálakat hirdet, szirmostól, tövisestől. Na azon jöjjön be a mennyasszony. Zövőlegény. Mezitláb. És akkor tudnál, mi az, mi vár rá? Addig az egész csak képmutatás. Kívánom fehér, virág nyíljon az útadon. Kicsit magasan kezdtem, nem tudtam elénekelni. Drága barátom, nem csak fehér, hanem még tövis is nő. Már tudjuk, egy kicsit eltelik egy-két év. Van, akinek a szírom lehervac maradtak a tövis. De én hiszek abba, hogy az Úr meg tudja újítani. Minden lehetséges. Minden. Szépat önszeretse? Önszeretse vá? Máusz, önszeretse vá? Da önszeretse? Da, rözultimus. Rözultimus. Majd minő ultimus, de kötni csodálta. Jézus bement a hajóba, Jézus bejött a szívedbe, de a hálódat és a hálomat akkor is nekem kell tisztába tartani. Nem Jézus fogta neki, hogy jaj, Petikém, mit adnád a hálódat? Jaj, mekkora lyukon, ezen egy bálna volt már.
Nekem kell. Ne tedd össze, és ezért van sok keresztény csalódott. Jár, meg vagyok térve, már nem tudom hány éve járok a gyülibe, és mégis vannak problémáik. Hát de hogyha a háló a nyakad köré van tekerve csak, teli lyukkal, teli mocsokkal, ne csodálkozz, hogy Jézus nem... Hát Uram, én... Jézus megvan. Ő azért jött, hogy megtöltse a hálódat, de először megnézi, mi van benne. És tudod, honnan lehet tudni, hogy Jézus már jön a hálód, az életedbe? És jó a halód? Nézd meg, mit csinált Péter. Azt mondja Jézus, vigyél be engem. Elkezdett Péter Jézus hordozóvá válni. Elkezdett szolgálni. Tudod, miből áll a kereszt? Honnan lehet látni, hogy valakinek a szíve szabad? És tiszta? Hogy elkezd szolgálni a gyülekezetben. Hordozzuk, a világba hordozzuk Jézust, a gyülekezetben egymásnak szolgálunk. Csodálatos dolog szolgálni az Úrnak. Nincs nemesebb dolog. És azzal folytatódik, és az egyik rendkívül fontos része a szabadulásnak ahhoz, hogy az életünk a kudarcból végleg megszabaduljon, hogy hallgatta Jézus szavát. Leült, és nem magyarázta, Uram, ezen az éjjel ezek a halak meg voltak bolondulva. Egy nem jött ember felém. Egy, bár egyet fogtam volna ember, bár egyet szégyenből, de nem fogtam. Hallgatott. Van ideje a beszédnek, de van, amikor hallgatni kell. És a legjobb, ha amikor akarsz az Úrtól valamit kapni, akkor először kezdj el hallgatni. És figyelj arra, hogy mit mond Isten neked, mert az Úr fog mondani valamit. Pont arról, azzal kapcsolatban, ami neked a legfontosabb. És hiszem, hogy ez a mai prédikáció is sokunk számára egy nagy üzenet. Tudod, mit mondott Jézus? Evez a mérem, és vessétek ki a hálóitokat a fogásra. Nem volt nagyobb örömüzenet Péternek, mint pont ez. Ahol eddig kudarcod volt, ahol eddig sikertelenséged volt, ott, most, mert a hálód megváltozott, a hálód tiszta lett, a hálód meggyógyult, a hálód megváltozott, most, be a mélybe, és evez, mert lesz, fogsz, és sokat. Úgy megáldotta az Isten, hogy még a többi hajókat is kellett segítségül hívják, mert nem fért az áldás. Tudod, mikor vagy megáldva? Mikor másnak is jut belőle. De volt még egy titok, hogy Péter nem azt mondta, hogy Uram, egy pillanat, hát most szálltam ki a hajomból, nem hülyeskedsz velem, egész éjjel ott voltam, kipihenem magam, hanem azt mondta, a te szavadra. Az Isten szava csak akkor segít, ha engedelmesek vagyunk. Ami neheztesz egy emberre, tudod jó, hogy már lement a nap, mert ma fél nyolc. Fél nyolc, persze, mindig fél nyolc van. Hány óra? Régebb volt egy ilyen duma, hány óra? Fél nyolc, akárhányszor kérdezte, fél nyolc volt. Na most is fél nyolc. Ha lement a nap, azt mondja az ige, bocsásson meg egymásnak. Ettől pillanattól már engedelmesség kérdése. De ha nem dobom ki, ha nem engedelmeskedek, ha Péter azt mondta volna, hogy hát, Uram, hát te itt vagy. Szólj azoknak a halaknak, jöjjenek ki a szárazra. Idol, én vagyok. Nem, egy titok, az engedelmesség. Az Úr azt mondta, hogy vessem, oda vettem. Azt mondta, az Úr, meg kell bocsánat, megbocsátok. De most mi lesz? Az Úr emberem kicsit meggebbed, de nem baj, kibírom. Csak az Úr ember. De tudod, mi vált? Csordultig várt a pohara. És bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján. És az Úr házában lakozom hosszú ideig. Csodálatos áldással válaszol az Isten az engedelmességre. És közben kérem a dicséretet, hogy jöjjön be, mert egy nagyon fontos része jön most, és majd szeretnék, hogy dicsérjük az Urat. Mondja, nézzétek meg, Péter folytatja. Miután nagy halászás megvolt, és itt bukik el sok keresztény. Uram! Kérlek szépen, egy férjet adjál nekem. Na, megérkezik a fehér ló. Igaz, hogy egyik lába ki van törve, megérkezik valahogy, leszáll róla a nagy legény.
Köszönöm, Uram! Ó, happy day, meg volt a boldog. Uram, majd, ha szükségem lesz, majd még jövök. És nagyon sok keresztény az áldás után. Adió! Ha te addig szolgálod az Urat, amíg a problémád megoldódik, akkor te nagy problémában vagy. És mindig gondoskodik Isten, hogy még legyen problémát, hogy mit gyere az Úrhoz. De Péter nem ezt tette. Uram, annyi hal van, köszönöm szépen, én a megengedi meg nyugdíjba, hát ez volt a lényeg. Nem az a lényeg, hogy a te szükséged legyen betöltve, hanem az, hogy Isten egy új korszakot hozzon az életedbe, egy megváltoztasson. Tudod, mit csinált Péter? Leborult az Úr előtt, és ez hozta az igazi változást. És ha akarod, hogy az Úr nagyon nagy változást hozzon, akkor ugyanezt tett szó szerint. Menj haza, zárd be az ajtót, és borulj le az Úr előtt. És mondod, Uram, te vagy az, aki csodát tudsz tenni. Sokszor láttalak. És akkor azt mondja az Úr, Péter, ne félj. Belőled egy más ember lesz. Te embereket fogsz mától kezdve. Szolgálatba állította. Soha többet ez a kudarcos idő nem jött vissza az életébe. Tudod miért? Mert megtalálta a felemelkedés útját. Ha magunkat megalázzuk, az Úr felemel. Ez az útja a felemelkedésnek. Magunkat, mondja Keresztelő János, nekem alábszállnom, neki pedig felemeltetni kell. Talált? Az Úr szólt? Kérlek, álljatok fel. Egy imába szeretnélek bevezetni benneteket, és kérlek, hogy ha valakinél aktuális volt, akkor hangosan mondjátok utána. Mennyi atyám! Én köszönöm, hogy foglalkozol velem. És hozzád jövök. Kérlek téged. Teljes szívemből. Én most kidobálok a szívemből minden tövist, keserűséget, neheztelést, haragot, meg nem bocsájtást, minden olyan dolgot, ami megnehezítette a szívemet, és lezárom, és átadom neked. Nem harcolok tovább, sem a magam igazáért, hanem azért harcolok, hogy a te nevedet, a te akaratod legyen meg az életemben. Megalázom magam, Uram, és kérlek, tégy engem is emberhalásszá. Köszönöm, hogy meghallgattál. Jézus nevében. Amen. Amen. Dicsérjük az Urat.
első csillag az égen, százszoros az illat a lényben, ha változik a szív belül érzel, messiás ma minden más, ha táncol első csillag az égen, százszoros az illat a lényben, ha változik.
dicsérünk Jézus, nagyszerű király, köszönjük a kegyelmedet, köszönjük a hatalmadat, köszönjük a nagyságodat, köszönjük, hogy megmentettél, Jézus, minden dicsőséget, minden tisztességet neked adunk ma is erről a helyről. Ámen! Halleluja! Rövid időre kérlek, foglaljatok helyet, még nincs vége az alkalomnak, nehogy hazamenjetek. Tudjátok, azt szokták mondani, a puding próbálja az evés. Jó? Jó volt az alkalom? Akkor ültessük gyakorlatba. Ez ugye az igazi. Felolvasok egy kis igét, csak azért, mert ez jobban megveti az ágyat neki. János evangéliumából a 21-es részből, a harmadik verstől olvasom fel nagyon-nagyon hasonló történetet. Mondta Péter nekik, elmegyek halászni. Mondták neki, a többi tanítványok, elmegyünk mi is veled. Elmentek, és azonnal hajóba szálltak, és azon az éjszakán semmit se fogtak. Szerintem már déjà vu érzése volt Péternek, hogy... Mikor pedig immár reggeledett, megállt Jézus a parton, és a tanítványok nem ismerték meg, hogy Jézus van ott. Mondta nekik Jézus, fiaim, van valami ennivalótok? Jó kérdése, halásztó. Felelnének neki, nincs. Ő pedig mondta nekik, vessétek a hálót a hajónak jobb oldala felől, és találtok. Oda vettették azért, és kivonni már nem bírták a halaknak nagy sokasága miatt. Szólt azért az a tanítvány, akit Jézus szeret, Péternek, az Úr van ott. Simon Péter azért, amikor hallotta, hogy az Úr van ott, magára vette az ingét, mert mezítelen volt, és bevetette magát a tengerbe. A többi tanítványok pedig a hajón mentek, mert nem messze voltak a parttól, mind a 200 sinnyire, és vonszolták vala a hálót a halakkal. Mikor azért partra szálltak, látták, hogy parázs van ott, azon felül hal és kenyér, és mondta nekik Jézus, hozzatok a halakból, amelyeket most fogtatok. Felszállt Péter, és kivont a hálót a partra, mely tele volt nagy halakkal, 153-mal, és noha ennyi volt, nem szakadozott a háló. Dicsőség az Úrnak. Azért mondtam, mert ez a történet gyakorlatilag a gyakorlata annak, amiről itt eddig szó volt. Péter is elkeseredett, miután Jézus meghalt, feltámadott, de össze volt zavarodva, azt mondta, inkább visszamegy halászni. Aztán nem fogott semmit, ez már kezdett ismerős lenni. Aztán egyszer valaki a partról bekiabál, hogy hogy álltok, fiúk, fogással, van kaja, mondták, hogy nincs. És ugye mondja Jézus nekik, hogy melyik oldalra kell dobni a hálót, és majd lesz, és bevetik a hálót, és kifognak egy csomó halat, ki se tudták húzni. Gyakorlatilag nem vették be a hálót a hajóba, a csónakba, ez kiderül a történetből, hanem hajóstól kieveztek, és húzták a vízbe a hálót, annyi hal volt benne. És az derül ki ebből a történetből, hogy amikor kiérnek a partra, akkor ott van Jézus, és van egy parázs, ég a tűz, és rajta van a hal. Mégis Jézus azt kérdezte, hogy van mit enni? Fogtatok valamit az éjjel? Nem azért kérdezte meg Jézus tőlük, hogy neki arra lett volna szüksége, hogy neki adjanak halat. Ő akarta megvendégelni őket. Ott volt a frissen sült hal. És Jézus ma is megvendégelt bennünket. Nem? Van frissen sült hal, volt frissen sült kenyér. És Jézus nem azért kérte a tanítványokat, hogy jöjjenek oda, mert hogy neki szüksége lett volna például ételre, vagy a szüksége betöltésére, hanem mert a tanítványoknak volt erre szükségük. Egész éjjel fáradtak, frusztráltak voltak, nem fogtak semmit, mint ahogy néha mi is vagyunk. Jézusnak nincs szüksége a pénzünkre, adakozás lesz, gondolom, észrevetétek, ha máshol nem a kosárról. Nem azért adakozunk, mert Isten nem bírná magát fenntartani a mennybe, hogyha mi nem támogatnánk meg a mi lejeinkkel, vagy forintjainkkal, vagy euróinkkal. Higgyétek el, hogy ezek a valuták nem konvertibilisek a mennybe. Szerintem Mihály nem áll kint és csendcseli a valutát, hogy épp most jöttek Erdélyből, hoztak valami lejt, ki tudja beváltani valami másra, lehessen vásárolni vele, hanem Istennek ez nem kell, mint olyan, nem szükséges. Mondja is egy helyen a profétánál, hogy azt gondoljátok, hogy eszem a bakoknak a húsát, vagy iszom a vérét, hogy hozzátok nekem az áldozatokat egyfolytában, tehát hogy mintha éhes lennék én ezekre a dolgokra. Nem erről szólt a dolog. Mind ahogy itt Jézus esetében sem erről szólt a dolog, hiszen neki már volt hala, neki már volt kenyere, na ő hogy fogta, azt nem tudom. De volt.
Viszont volt még egy érdekesség a történetnek, ezzel szeretném befejezni, hogy ennek ellenére, hogy Jézusnak volt kenyere, volt hala, igazából abból lettek a tanítványok később, azt mondta nekik, hogy hozzatok abból a halakból, amit most fogtatok. Érted? És erről beszélünk. Abból kell adakozni, abból kell támogatni az Istennek a munkáját, amit az Isten már adott nekünk. Hiszem, hogy nagyon sokat adott már nekünk. Az elején is ugye elhangzottak ilyen bizonyságok testvérünktől, és ha belegondolsz, délelőtt is elmondta, hogy megértette nem olyan régebben az időben, hogy mit jelent az, hogy az embernek mi a, ami fontos egy embernek. Hogy tényleg mi az, ami a legfontosabb. Tudod mi? Egy hátizsák az aktáiddal, és a feleséged meg a gyermeked, akit el tudsz vinni valahova. Ennyi. És még ennyit se viszel el az örökké valóságba. Mert még a hátizsákod is itt marad. Érted? Meg az aktáid is, megsemmisítik az egészet. Szóval nem arról szól az adakozás, hogy Istennek kell a mi pénzünk, hanem arról szól, hogy nekünk kell az ő áldása. De szeretne megáldani, és hidd el, hogy nem lesz kevesebbed. Amikor Jézus azt mondta, hogy adjatok abból, amit most fogtatok, akkor nem az lett, hogy Péter meg János egész éjjel fogtak egy szerencsétlen pirkát valahogy, és akkor azt is oda kellett adni még az Istennek, hanem 153 nagy hal. Nem tudom, mekkorák voltak azok a nagy halak, tehát azért ne ilyen 100 kilós harcsákat képzelj el, de azért 153 hal azért jó fogás. És az Isten ilyen nagyon meg akar minket áldani. Már megáldott minket. És ma is itt van ez a part, itt van a parázs, itt van a tűz, itt van a kenyér. Ha jót laktál belőle, hozzál a halakból, amit már az Úr neked adott. Isten szeretné megáldani a többi részét is a kezed munkájának. Szeretné betölteni a szükségeidet az ő hatalma szerint. És ebben a történetben azt is szeretné megmutatni Isten, hogy az ő áldása nem függ attól, hogy nekem milyen lehetőségem van. Lehet egész ilyen hiába haláztál, hiába kínlódtál, de ha Isten megállt, meg vagy áldva. Elkérlek, álljatok fel, imádkozunk. Köszönöm, Atyám, a názereti Jézus Krisztus nevében azt a nagy ajándékot, amit te adtál Jézusban, a te fiadban, hogy örök életünk van. Köszönöm neked, hogy te vagy az égből, a mennyből leszállt kenyér, akit fogyaszthatunk, akivel táplálkozhatunk. A te testedet megtörted és ideadtad nekünk, és ma is betöltötted a mi szükségeinket a te hatalmad gazdagsága szerint. Uram, mi nagyon hálásak vagyunk ezért, és azokból a halakból, amiket te nekünk adtál, most vissza szeretnénk adni valamennyit neked. És fogadd ezt, kérlek el, és legyen ez jó illatú áldozat előtte. Tudom, hogy csekésség, de tudom azt, Uram, hogy te hűséges vagy, és megígérted, hogy be fogod tölteni minden szükségeinket a te hatalmad és gazdagságod szerint, mert megbízunk benned, mert gyermekeid vagyunk, és örömmel és hálás szívvel fogunk ma is adakozni Jézus nevében. Ámen. Dicsérjük az Urat. Várunk engem, várunk engem.
Köszönjük, Uram, hogy valóban épül már a házunk a mennybe, és köszönjük, Uram, a Te gondviselésedet, szeretetedet, köszönjük, Uram, ezt az Isten tiszteletet, hálásak vagyunk, Uram, hogy itt vagy közöttünk, dicsérünk, magasztalunk és áldunk, most és mindörökön örökké a Jézus Krisztus nevében. Amen! Halleluja!